magyar műemlékek felújítása, magyar vállalkozók támogatása, a magyar oktatás felkarolása és hagyományaink ápolása. Csak néhány példa arra, mi mindent tett meg Magyarország kormánya a 2019-es esztendőben az elszakított területeken, így például Kárpátalján élő nemzettestvéreinkért. Az örökség megőrzése egyáltalán nem a múltról szól, hanem csak is a jövőről, mert a hagyományt, ha nem tudjuk éltetni, akkor miről azonosítanak bennünket, hogy magyarok vagyunk a jövő századokon. A külhoni magyar vonatkozású épített örökség megóvásáért elindított Rómer Flóris terv keretében több kárpátaljai magyar műemlék újult meg, például Palágy Komoróc 13. században épített református temploma, és Tiszabökény 18. századból származó görög-katolikus fa temploma is. Jánosiban rendezték meg a Kárpát-medencei fiatal vállalkozók konferenciáját. A szervezők elsődleges célkitűzése, hogy a magyar ifjúság szülőföldjén maradjon, és itt fordítsa tehetségét a közössége javára. Ha úgy állunk hozzá, hogy itthon akarunk maradni, és itthon akarunk boldogulni, akkor biztos vagyok benne, hogy meg lehet találni a módját. Ez a fontos, hogy a kárpátaljai fiatalok is lássák azt, hogy nincsenek egyedül, hanem a Kárpát-medencében ugyanolyan magyar sorstársak vannak, mint ők, és együtt kell dolgozni, és együtt kell működjünk, hiszen anélkül nem fog menni. Az elmúlt években egyre több az olyan fiatal, aki hosszabb távollét után hazatér és szülőföldjén képzeli el a jövőt. Ilyen a Beregszászban élő barna házas pár, akik a beregszászi főiskola befejezése után Magyarországon vállaltak munkát, de végül visszatértek őseik földjére, s itt indították be vállalkozásukat, amelynek fejlesztésére az EGÁN-EDE programon nyertek pénzt. Nélkülük ezt nem tudtuk volna megvalósítani. Itt olyan összegekről van szó, amit mi, mint mezei munkások, ezt nem tudtuk volna állni. Rengeteg kulturális és hagyományőrző rendezvényen vettünk részt. Megismerhettük a Kárpátalja Néptánc Együttest, és ott voltunk a Tiszapéter falván rendezett 12. Kárpátaljai Néptánc és Népzene találkozón, de az egyik leghíresebb gasztronómiai fesztiválon, a Mezőgecsei Böllérversenyen is. Több ilyen ünnep kellene ebben a nehéz időszakban, és hát reméljük azt, hogy ez folytatódni fog, egyre híresebb lesz, és megismerteti azt, hogy van kárpátaljai magyarság, amely kárpátaljai magyarságnak van egy kultúrája, nem csak a tánc, nem csak a népdal, hanem a gasztronómiai területén is. A Rákóczi szabadságharc kezdetére Mezőváriban emlékeztünk. Minden növényfa a gyökereibe kapaszkodik, és minél mélyebben tudja a gyökereit, annál jobban áll a földön. Így vagyunk mi is, a magyar nemzet, minél mélyebben tudjuk gyökereinket ezen a vidéken, annál jobban meg tudunk maradni. Ott voltunk Tiszapéter falván a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége által szervezett Turul Expón és a Szórvány Magyarság ünnepén a Svidovecen rendezett Felső Tiszavidéki Magyarok találkozóján is. A Málenki robotra, a sztálini rezsim által 75 évvel ezelőtt elhurcolt kárpátaljai magyarokra emlékmenettel és gyászünnepséggel emlékeztünk. Az én apám ott maradt a lágerbe. Én 45 februárjában születtem, 44 őszén vitték el az embereket, és sajnos anyám terhesen maradt velem, se ő nem látott engem, se én nem láttam őt. Részt vettünk azon a zarándok úton is, amelyet Böjte Csaba ferences szerzetes, az első kárpátaljai szülőföldön maradás napja rendezvény fővédnöke vezetett. Mindenkit arra biztatok, hogy maradjon otthon, becsülje meg azt a szülőföldet. De és hogy itten, hogy vannak gondok, bajok, hát legalább nem unatkozunk, nem? Engem hívtak, hogy menjek Bécsbe ferences szerzetesnek, és azt mondtam, hát ott minden, csak port kéne törülni, ott minden új rendben van. Mi mennék oda? Erdélyben sokkal nagyobb szükség van rám. És én önökre is itt azt gondolom, Kárpátalja, ez az önök hazája, önökkel itt ezt a földet munkájukkal, imájukkal, szeretetükkel megszenteljék. Máshol elmehetünk, de ottan csak szolgák leszünk.